A 31. zsoltár, a mai zsoltárunk. Azt mondja Dávid ennek a zsoltárnak a végén, a 22. versben, hogy áldott az Úr, hogy csodálatosan megmutatta nekem kegyelmét az ostromlott városban. Az életünk néha valóban olyan, mint egy ostromlott város. Felzúgnak a szirénák, és már várjuk, hogy potyognak a bombák az életünkre. És ami talán Dávidnak a legjobban fájt, és talán minden embernek a legjobban fáj, amikor ember támad bennünket. Olyan rosszul esik, olyan, olyan bántó, olyan kellemetlen. Talán azt a címet is adhatnánk ennek a Zsoltárnak, hogy amikor bántanak. De hogyan küzdötte meg ezeket az ostromokat Dávid a maga életében? Mi volt az ő lelke kapaszkodója a legnagyobb ostromok idején? hogy egészen odáig eljuthatott, hogy áldom az Urat az ő kegyelmért, hogy megoltalmazott engem az ostromlott városban. Hallgassuk a Zsoltár igéit! A Karmesternek Dávid Zsoltára Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, hamar szabadíts meg. Légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem mert te vagy kősziklám és védőváram, vezes hát és terelges engem nevedért. Mencs ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, hiszen te vagy erősségem. Kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. Gyűlölöm a hazug, bálványok híveit, és csak az Úrban bízom. Hadd vigadjak és örüljek kegyelmednek, noha látod nyomorúságomat és ismeret háborgó lelkemet. Nem adtál engem az ellenség kezébe, sőt, tágas térre állítottad lábamat. Könyörülj rajtam, uram, szorult helyzetemben, szemem elhomályosodott a búbánat miatt. Oda van testem lelkem. A bánat miatt elenyészik életem, sóhajtásban múlnak el éveim. Bűnöm miatt megfogyatkozott az erőm, és kiszáradnak csontjaim. Csúfá lettem tömérdek üldözöm miatt. Szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem, akik az utcán látnak, elfutnak előlem. Elfeledtek akár egy halottat, olyanná lettem, mint egy tönkrement edény. Mert hallom sokak suttogását, iszonyatosságot felül. Együtt tanácskoznak ellenem, és azt tervezik, hogy kioltják életemet de én benned bízom, Uram. Azt mondom, Te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Világosíts meg arcodat szolgádon, jó voltodból tarts meg engem. Uram, ne szégyenüljek meg, hogy téged hívlak. Szégyenüljenek meg a gonoszok és pusztuljanak a seolba. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevésséggel és megvetéssel. Mi bőséges a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogatsz, és részelteted benne a hozzád menekülőket az emberek fiai előtt. Elrejted őket jelenléted rejtekében az emberek zendülései elől. Sátradban őrzöd őket a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, hogy csodálatosan megmutatta nekem kegyelmét az ostromlott városban. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, hogy elvetettél szemed elől, de mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat mind, ti kedveltjei! Kegyeseit megőrzi az Úr, de a kevén cselekvőknek bőven megfizet. Hozzád menekülök, Uram! mert hova is menekülhetnék máshoz, mondja Dávid. Amikor nincs ember, akiben megbízhatnék, amikor bántanak. Uram, ne szégyenüljek meg soha, Kérímában, imában az Istentől, az örökkévalótól. Igazságoddal, igazságoddal szabadíts meg engem, fordíts felén füledet, hamar szabadíts meg. És a következő versekben egy gyönyörű képet tár elénk, az ókori ember vágyát, álmát, hogy biztonságba jusson, hogy menedéket találjon, kőszikla, erődített vár, vegye körül, te legyél a védőváron, mondja a negyedik versben, vezess hát és terelgess engem a te nevedért. Amikor az embert emberi bántás éri, talán különböző végletekkel hajlamos erre reagálni, vagy felveszi a kesztyűt és beleáll az értelmetlen pofoszkodásba, vagy sokat gyára is mély önsajnálattal elkönyveli, hogy ez a világfájdalom az ő állandó életélménye kell, hogy legyen. Valamilyen passzív, vagy valamilyen aktív, de sajnos legtöbbnyire önpusztító, emberellenes önmaga, de rosszabb esetben másik ellenes magatartást választ. Dávid maga is nem egyszer elbukott ezeken a próbákon. Azonban ez a Zsoltár az ő győzelméről szól. Amikor bántanak, rájöttem, hogy mit kell csinálnom. Amikor bántanak, akkor, és mondja ki Dávid a kulcsot, azt az igét, amit a hatodik versben olvashatunk, és amit az egész új szövetség is visszhangoz majd, kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. Nem csak Dávid mondata volt ez, de Lukács evangélium a 23. fejezetének a 46. versében Jézus Krisztus a kereszt halála előtt, az elárultatása előtt, mielőtt a tanítványok szanaszét futottak és magára hagyták őt, szintén így imádkozik a reménytelenségben, így imádkozik a bűn terhe alatt, hiszen bűnösként szenvedett ártatlan létére, kezedbe ajánlom lelkemet. Így olvassuk az evangéliumokban, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én életemet. Nem véletlen, hogy csak egészen rövid idő telik el, néhány hét, és olvassuk majd István vértanú halálát, aki szintén azt mondja, Uram, Jézus, ved magadhoz az én lelkemet. És amikor olvassuk az idő múlásával újabb és újabb helyeken ezeket a mondatokat és kijelentéseket, ezzel találkozunk Péter apostolnál is az első a negyedik fejezet 19. versében, azért, akik az Isten akaratából szenvednek, azok ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőjüknek jót cselekedve. Dávid mondata volt ez. Kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg. Nem akarom magamat megszabadítani, nem akarok belebocsátkozni ezekbe az értelmetlen csatákba. Ó, Uram, hűséges Isten! Mert nekem fontosabb az, hogy te ne hagyj el engem, mint az, hogy emberek előtt emberi erővel, emberi indulattal megvédjem magam. Ha nem védem magam a magamizmával, a magam eszével, a magam haragjával, akkor a te hűséged megmaradhat az én oldalamon. István nem fenyegetőzik, amikor megkövezik, hanem Istenre bízza az ő életét. Istenem, ha ez volt a szolgálatom, bár fiatal vagyok, még gondolhatta, bár a sarjadó kereszténység szolgálatában nagyon sok mindent el tudnék még végezni, de Istenem, Uram Jézus, vedd magadhoz az én életemet, rád bízom, te tudod. Leteszi a fegyvert, és nem harcol. Valahogy az embernek is ez az az első gondolat, ami elvezeti odáig, hogy talpon maradjon, mert Ezekben az esetekben az életük végéhez érkező szereplőkkel találkozunk, azonban nagyon gyakran a, a, bántással telt napok után újabb napok következnek, és az ember ott marad a harctéren, és folytatja az imádkozást. Könyörülj rajtam, Uram, szorult helyzetemben. Szemem elhomályosodott a búbánat miatt, olvassuk a tizedik versben. Oda van testem és lelkem mert hallom sokak suttogását, iszonyatosságot felől, 14. vers. Együtt tanácskoznak ellenem, és azt tervezik, hogy kioltják életemet. De mit tehet ilyenkor az ember? Természetesen ennek az előző gyönyörű gondolatnak, ennek a Jézusi, majd Istváni, majd Péteri gondolatnak, hogy a tekezetbe teszem az én életemet, úgy van jól, ha rád bízom, ennek a kibontása az, amit a 15. verstől olvashatunk. Istenem, ha rád bízom az életemet, akkor azt mindenek előtt azt jelenti, hogy így olvassuk a 15. versben, de én benned bízom, Uram, azt mondom, te vagy Istenem. Az ember a legnagyobb baj közepette, leginkább amihez ragaszkodhat, az az Istenben való bizalom. Hiszen a baj pont ezt a hitet próbálja kikezdeni, hogy na ugye, ha ez megtörténhet, akkor Isten miért, akkor az Isten hogyan, akkor az Isten kicsoda, akkor a... De én benned bízom, Uram. Tudom, hogy a bántás, az életveszély nem a te hűséged végét jelenti, csak az emberi gonoszság erejét itt a Földön. De én benned bízom, Uram, mert ha nem bízom benned, akkor a gonoszság engem nem csak testileg teper de lelkileg is elveszi az erőmet, elveszi a nyugalmamat, elveszi a békémet, elveszi a derümet, és lehet, hogy túlélem, de bizalmatlan leszek az emberek felé. Annyit csalódtam én már mondjuk néhány évtized után, nem bízom én már senkiben, de ha nem bízunk, nem tudunk bizalmat adni, akkor már szeretni sem tudunk. A kettő szorosan összefügg, ezért ezért a Zsoltáros Dávid azt mondja, hogy benned bízom, és az egyetlen fix pontot kitűzöm az én életemben, ami nem más, mint te vagy Istenem. A szeretet Istene, a hűséges Isten, a jóság Istene. Majd így folytatja a 16. versben, hogy természetesen ez mindenek előtt azt jelenti, hogy életem ideje kezedben van, rád bízom, szabadíts meg engem, a te belátásod szerint add a szabadulást ellenségeim kezéből és üldözőimtől, mondja Dávid a Zsoltárban. De van egy másik kérésem is, Istenem, folytatja a 17. versben. Világosíts meg arcodat szolgádon, jó voltodból tarts meg engem. Amikor Isten megtart, akkor nem pusztán annyi a célja, hogy valahogy túléljünk. Dávid a legnagyobbat kéri, ami újra és újra felbukkan az Ószövetségben, de a Zsoltárokban is számos alkalommal ez a kifejezés, hogy világosíts meg arcodat szolgádona. Híres Mózes könyvében olvasható Ároni áldás igéi ezek, hogy áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, ami úgy is szokott különböző újabb fordításokban hangozni, hogy ragyogtassa vissza az ő arcát te rajtad, tükröztesse rajtad az ő arcát, az ő jellemét. Mert akin az a jellem tükröződik, az a hűség, az a szeretet, az a bizalom, az a hit, ami Jézus arca, és ami Isten arca, az az ember a legnagyobb bajban is erős tud maradni az az ember megtapasztalja, amit a 20. versben így olvashatunk Dávid mondataiból, mi bőséges a te jóságod. Amikor a bajban ami kérésünk nem az, hogy intézd el ezt az embert, mert nem hagy engem békén, vagy nem a panaszkodás, hogy miért, 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 ami persze emberileg érthető, és nem baj, ha így kezdődik az ima, nem baj, ha értetlenségünkkel szaladunk az Istenhez, de ha mégis nyitott füllel és szívvel kezdünk vele beszélgetni, lehet, hogy ő át tudja fordítani a gondolatainkat, és azt mondja, hogy mi lenne, hogyha nem a másikat intézném el, hanem neked segítenék abban, hogy vissza tud tükrözni azt a jellemet, ami békét adhat a bántásban is, amikor bántanak. Amikor emberi rossz indulat bombáz, amikor sokak suttogása iszonyatosságként jön minden felől, ahogy olvastuk a 14. versben, amikor együtt tanácskoznak ellened, és azt tervezik, hogy kioltják a te életedet, akkor nem gyönyörű az, hogy István vértanul is olvassuk a nevezetes szavai előtt, hogy az ő orcája olyan volt, mint valami angyal orcája. Az a nyugalom, az a béke tükröződött, és akinek békéje van, az a bajban is szép ember tud maradni. Nem torzulnak el a vonásai, hogy gyűlöletre gyűlölettel, indulattalra indulattal és ráncos haragra ökölbe szorult, kézzel válaszoljon. A legnagyobb kérése a Zsoltárnak, világos is meg arcodat szolgádon. Ebben van az ember biztonsága. Amikor zúgnak a bombázók, amikor támadnak az emberek, behúzódni ebbe a légó pincébe, aki olyan, mint ő, aki úgy válaszol, mint ő, nem a maga erejéből, hanem Isten megtartó kegyelméből. Az erős tud maradni akkor is, amikor bántanak. Elrejted őket jelenléted rejtekében, folytatja a 21. versben, az emberek zendülései elől, sátradban őrzöd őket a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, hogy csodálatosan megmutatta nekem kegyelmét az ostromlott városban. Én ugyanaz gondoltam ilyettemben, hogy elvetettél szemed elől, te mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor hozzád kiáltottam. Jelenléted rejtekében elrejtettél. Sátradban őriztél a perlekedő nyelvektől. Megmutattad kegyelmedet egy ostromlott városban és én ugyan elsőre megijedtem, mondja nagyon őszintén a 23. versben Dávid, de, de, úgy éreztem, hogy lehet, hogy elvetettél, és most már így maradok, és nem lesz, aki megvédjen, te mégis meghallgattad esedezésem szavát. Azért szeressétek az Urat mind ti mert kegyeseit megőrzi az Úr, de a kevélyen cselekvőknek bőven megfizet. Legyetek erősek és bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek. Amikor bántanak, ott vannak Dávid gyönyörű mondatai, kezedbe ajánlom lelkemet, te fogsz engem megszabadítani. Benned bízom, Uram, életem ideje kezedben van. Világosíts meg arcodat szolgádon, és te elrejtesz jelenléted rejtekében, sátradban őrzöl a perlekedő nyelvektől, én azt gondoltam ilyettenben, hogy elvetettél, te mégis meghallgatsz. Olyan gyönyörű és olyan bátorító, mint annyiunk számára a búcsú. Az utolsó mondat a Dávidnak, hát legyetek erősek, és bátorodjék a szívetek, akik az Úrban reménykedtek. Az Isten adja az ő oltalmát, az ő védőhálóját az ostromlott városban, amikor az életünket emberi támadások érik. Ő tartson meg az ő kegyelme által. Úgy legyen.